Egy angol a címe, ízeltlábúak vizsgálata mikroszkóppal, kimondottan a házmegyet és a krumplibogarat fogjuk megvizsgálni, amely mindkét egyede a rólunk osztályába tartozik. Szükséges eszközök, egy darab digitális mérleg, egy darab peti csésze alja és teteje, egy darab hungarocelltábla, felszúrva rajta házilégy és krumplibogár, egy darab csipesz, egy darab toll, egy darab vonalzó, egy pár gumikesztyű, négy darab fehér papír, ragasztó, négyzet, 3-4 darab gombostű, 2 darab fedőlemez, amelyek itt találhatók, itt, 4 darab tárlemez, papírtöllő, egy darab kis főzőpohár, benne egy cseppentő, kész rovarszárnyetszetek, köztük moszkvító, méh, lepke, házilégy és musznica szárnya, rovarnézegető, egy darab védőszemüveg, lámpásnagyító, vizes flaska, és hozzá kapcsolódóan egy darab mikroszkóp, plusz egy mikroszkóp használati útmutató. A gyakorlat lényege az, hogy össze fogjuk hasonlítani az ízeltlábúak törzsén belül a rovarok osztályához tartozó házilégy és krumplibogár testfelépítését. Tudjuk, hogy az ízeltlábúak törzséhez tartozó állatoknak a közös jellemzője az, hogy ízekből áll a lábuk, és ugye különböző testtájakra tagolódik. Mind a két faj a rovarok osztályába tartozik, és tudjuk, hogy fej, torr, potro a test tagolódásuk. 3 pár ízeltláb jellemző rájuk, illetve tudjuk, hogy a házilégynek 2 darab szárnya van, 2 szárnyak rendjébe tartozik, a krumplibogárnak pedig 4 darab szárnya, azaz 2 pár szárnya van, az első pár úgynevezett kemény fedőszár, itt látható, és alatta majd meg lehet nézni lámpás nagyító, vagy ott van az úgynevezett hártyás szárny, illetve az ízelt lábak is nagyon szépen látszódnak. A feladat első részeként nagyon fontos, ugye, hogy felvegyük a gumikesztyűt. A gumikesztyű azért fontos, mert ezek végül is állati tetemek, amelyek a vérbe jutva, belőlük fertőző anyagok a vérbe jutva betegséget okozhatnak, és megelőzésképpen kesztyűt használunk. Az első feladat az, hogy meg kellene mérni mind a két állatnak a testhosszát. Erre használjuk az úgynevezett vonalzót, egyszerűen oda tesszük a vonalzó nulla jelölését a házi légy fejé részéhez, illetve a potro végén levonvassuk, hogy melyik vonásnál van, tehát körülbelül azt mondjuk, hogy 10 mm vagy 1 cm. Ugyanezt megtesszük majd a krumpli bogárral, az mondjuk jelen esetben egy 8 mm-t jelent. Majd a rendelkezésre álló jegyzőkönyvbe rögzítjük az adatokat. A következő feladat az, hogy le kell mérni ezeknek az állatoknak a test tömegét. Itt a látható a digitális mérleg, amelyet ugye különböző laboratóriumokban használnak. Találunk rajta egy on-off gombot, egy tare gombot. Ezeket fogjuk most használni. Itt van a kijelző. Megnyomom az on-off gombot, ezzel ugye bekapcsolom magát a készüléket, számok jelennek meg, és majd egyszer csak lenullázódik. Nekünk majd ugye a házilegyet, illetve a krumpli bogarat kell lemérnünk, és látható, hogy a házilégyen ott van az úgynevezett gombostű. Most a gombostű tömege nem jelentős, de mégis, hogy kiküszöböljük majd a gombostű tömegét, illetve a petri csészének a tömegét, amin majd a állatkát elhelyezzük. Ezért először csinálunk egy első mérést, amely során majd lemérjük a petri csész és a gombostű tömegét, utána lenullázzuk a mérleget, és majd ráhelyezzük a állatkánkat, amelynek így a úgynevezett nettó tömegét tudjuk lemérni. Tehát első lépés, ráhelyezzük a peti csészét, utána innen az óraüvegről veszünk egy gombostűt, ráhelyezzük azt is. Látható, a kijelző mutatja, hogy jelentős tömegváltozás nem lesz, mert 30,6 volt a peti csészének a tömege is, illetve a gombostű ezen most nem lendített, de megtettük, amit lehetett. Megnyomjuk a tare gombot, ezzel lenulláztuk a rendszert, most én kiveszem ezt a gombostűt,
még mindig nullát mutat, és most helyezem rá a házi legyet, gombos tűstől, és ilyen esetben ugye a házi legy nettó tömegét fogjuk lemérni. A mérleg 0,2 g-ot mutat, a jegyzőkönyvbe rögzíthetjük. Kivesszük a házi legyet, majd ugyanezt megtesszük a krumplibogárral, rádobjuk, ez 0,3 g-ot mutat, jegyzőkönyvbe szintén rögzítjük. Következő lépés, tehát megmértük a testhosszat, testtömeget, óvatosan, most már visszaszúrom a hungarocell táblára az egyedeket, és most fogok készíteni egy példánt, előkészítek egy példánt, ugye itt van a házi légy, amelyet belehelyezek ebbe a rovarnézegetőbe, és fölül szépen lezárom. Fölül is látok egy lencsét, alul is oldalt egy lencsét, és tulajdonképpen ezekbe belenézve tudom vizsgálni, hogy annak a házi légynek tényleg hány pár szárnya van, illetve hány pár lába, szembenézhetek vele, és meg tudom nézni, hogy milyen típusú szeme van. Jó? Ugyanez elvégezhető a krumplibogárral is. Amit láttam, megfigyeltem, azt a jegyzőkönyvbe tudom majd rögzíteni. Például ugye csápok számát, szálszervek típusát, test színezetét, mintázatát. Ha ezzel megvagyok, utána készítek úgynevezett mikroszkopikus metszetet, amelyeket később majd a mikroszkóba tudok vizsgálni. Az első lépés, tárgylemezt fogok a kezembe, mivel balesetvédelmileg nagyon veszélyesek lehetnek, ezért 2, illetve 3 ujjal fogom meg, ugye ezek vagy üvegből, vagy műanyagból készülnek, magam elé helyezem, előkészítem. Következő lépés, a házi legyet fogom először megvizsgálni, méghozzá úgy, hogy egy lámpás nagyítót is ide helyezek. Kicsit arrébb pakolunk, tudunk ugye mindig a saját tálcánkon pakolni, úgy, ahogy mi szeretnénk. És akkor itt van a házi légy, nagyító fölött szépen jobban meg tudom vizsgálni. Nagyobb nagyítást is elérhetek, mert van külön egy egység beépítve, és ezáltal ugye jobban látom, hogy mit csinálok. Tulajdonképpen az első feladatom az, hogy megfogom a házi legyet, és óvatosan lecsípek róla egy ízelt lábat, határozott mozdulattal. Ha ez szárazabb légy, akkor magától leesik, ha nem, akkor kicsit erősebben meg kell csípnünk. Lényeg az, hogy a levett ízelt lábat a tárgylemez közepére helyezem. Ha ez megvan, biztosítanom kell, ugye, hogy ne csúszkáljon el majd a vizsgálat közben. Itt van ez a főzőpohár, ebbe a vizes flaskából egy-két cseppet beleöntök, és már is a úgynevezett cseppentővel egy cseppet fölszívok, és egy csepp vizet, vagy glicerines oldatot a ízelt lábra cseppentek. Ennek az lesz a funkciója, hogy fogom az úgynevezett fedőlemezt, amit itt találunk elkészítve az óraüvegen. A fedőlemez szintén balesetveszélyes, műanyagból készül, nagyon vékony, tehát lényeg, hogy megfogom és ráhelyezem a vizsgálandó tányra, határozottan rádobom, és a fizika törvénynek megfelelően az az egy csepp víz a fedőlemezt a tárgylemezhez próbálja vonzani, és ezáltal kicsit rögzítem a házi légy ízelt lábát. A metszet még nincs kész, mert hivatalosan ugye fehér ragasztó papír segítségével feliratoznom kell. Irodatechnika ismereteim alapján lehúzom a sárga hátsó részét, és a fehér előső részét helyezem ide a tárgylemez jobb oldalára. Ugye gumikesztyű esetleg zavar, de nem probléma. Utána lehúzom szintén a másikról is ezt a sárga hátlapot, és szintén ezt a fehér négyzetet, ragasztó négyzetet oda helyezem. És így néz ki a tárgylemez. Na most a feliratozás a következőképpen történik. Hasonlóan, mint itt a kézgyári metszeteknél, ugye rá kell írnom, hogy mikor, vagyis hogy mit készítettem, mikor készítettem és ki készítette. Én úgy fogom most ráírni,
ugye a laboratóriumi toll segítségével, hogy ide írom, hogy házlégy, ízeltlen, és a másik oldalra a mai dátumot 2015-06-23, és ide írom most így a nevemet, hogy Török I. Jó, bármit lehet írni, és tulajdonképpen kész van az ízelt lábról a metszete. A következő lépés hasonlóan történik, megint előkészítek egy tárgylemezt, fogom a házi legyemet, nagyítót hozzá, és tulajdonképpen megpróbálok egy darab szárnyat levenni a házi légyről határozott mozdulattal. Ugye vigyázzunk, mert már most nagyon törékeny, de meg tudjuk fogni. Érdemes ugye a szárny tövénél kiemelni, és határozott mozdulattal a tárgylemezre ráhelyezni. Kicsit igazíthatunk rajta. Ugye itt is szükséges az, hogy egy csepp vízzel rögzítsük a preparátumot. Méretétől függően vagy preparátumnak, vagy metszetnek hívjuk egyébként, és ide helyezem szépen az egy csepp vizet. Szintén kell fedőlemez. Műanyag, nagyon vékony, balesetveszélyes, rádobom, és indul szintén a feliratozás, illetve ugye előtte a fehér papír felhelyezése. Kettő. Erre pedig a következőket írjuk, házi légy szárny. Vagy szárnya, szárny, és ugyanaz a dátum, 2015-06-23, és ide a név, a Török I. Ugyanezt megcsinálhatjuk a komplibogárral, erre szintén kell legalább ennyi idő. Ha azzal is kész vagyunk, utána mikroszkópba helyezzük a metszeteket, és megvizsgáljuk a szokott módon. Ha véletlen nem emlékszünk a mikroszkóp használatára, akkor itt van a mikroszkóp használati útmutató, és ennek a segítségével tudunk jó képet készíteni, de azért az ismétlés kedvéért elmondanám, hogy úgy állítjuk be. Tehát bekapcsoljuk a mikroszkópot, itt jobb oldalt az onok gombbal, adjunk egyelőre maximális fényerőt. Tehát maximális fényerőt adtunk, tárgyasztalt leengedjük a durva beállító csavarral alapszintre, és először a négyszeres nagyítású, azaz piroskarimás tárgy lencsét helyezzük a fény útjába. Következő lépés, megfogjuk az első metszetünket, a házi légy ízelt lábát, óvatosan, hogy azért ne essen semmi, és szépen a tárgyasztalra helyezzük. Bal oldalt találunk egy vájatot, jobb oldalt pedig egy tappancsot, amivel már rögzíteni tudom a tárgylemezt, tárgylemezt behelyezem, bal oldali vájatba beillesztem, tappancsot ráhúzom. Láthatom esetleg, hogy a ízelt láb nincs a fény útjába, nem baj, mit csinálunk? Tárgyasztal alatt bal oldalt vannak csavarok, fekete csavarok, amelyekkel előre, hátra, jobbra, balra tudom majd a tárgyat mozgatni. És ezt megteszem. Úgy, hogy a ízelt láb a fény útjába kerüljön. Ha sok a fény, vakít, akkor veszek le belőle. Következő lépés, ugye négyszeres nagyításnál van a tárgylencse, felemelem a tárgyasztalt maximális szintre, szemüveget leveszem, ha van, anélkül nézek bele, ugye nem látom élesnek a képet, de a kezemet figyeljék, annak segítségével szépen letekerem a tárgyasztalt, mert ugye a durva beállt a csavart mozgatom, lassan, és már is egy éles képet látok. És az ízelt lábon látom az úgynevezett ízeket, és különböző szőrszerű képződményeket. A munkafüzet segít, hogy mit kell látni. A következő lépésben pedig hasonlóan megteszem a
házigépnek a szárnyával, vagy ha kíváncsi vagyok, akkor a négyszeres nagyításról át tudok menni a tízszeres nagyításra következőképpen. Egyszerűen áttekerem a négy objektív közül ugye a tízszeres nagyításúra, ami jelen esetben ugye a sárga karimás lesz. Ezt most megtehettem tárgyasztal mozgatás nélkül, viszont a szabály az, hogyha tárgylencsét cserélek, akkor a tárgyasztalt mindig ugye leviszem nulla szintre, fölemelem maximális magasságra, és utána engedem lefelé az asztalt, és élesítem a képet, és sokkal nagyobb méretű ízelt lábat, illetve rajta szőszerű képződményeket láthatok. Kivétel a tárgylencsének a következőképpen történik. Leviszem a tárgyasztalt alapszintre, kinyitom a tappancsot, kiveszem a tárgylemezt, óvatosan kettő, illetve három olyan fogom, és szépen lehelyezem a tárcára. Ugyanezt megcsinálom a szárnymetszettel is, illetve majd a munkafüzetbe rajzot készíthetek a mikroszkópban látottakról. Gyakorlat végén mikroszkópot kikapcsolom, és tulajdonképpen a gyakorlat része ennyi lenne, de ha van rá idő, akkor a gyárilag elkészített metszeteket, az elején felsoroltam, ugyanúgy mikroszkópban megtekinthetjük, illetve rajzot készíthetünk a munkafüzetben. A munkafüzetbe találunk még feladatokat, amelyek a gyakorlatra vonatkozóan a két faj összehasonlítására szolgálnak, illetve egy szövegkiegészítést, ami a látottak megerősítésére szól.